A ludasi határban nagyon tarka látványt mutatnak a kukoricatáblák, egyesek már teljesen besárgultak, míg a mögöttem látható kukoricaparcella még gyakorlatilag teljesen zöld. Optimális körülmények között minden évben, októberben szokták kombájnozni a kukoricát, idén azonban várhatóan egy kicsit előbb, nagyjából 20-25 nap múlva indulhat meg a tengeri betakarítása. A szangebmerek azt mondják, hogy a csutka még puha, illetve nedves, és bár éretnek tűnik ez a kukorica, a szemek is még viszonylag nedvesek. A szakemberek egyébként azt jósolják, hogy a hozamok 2 és 4 tonna között alakulnak holdanként, attól függően, hogy hol mennyi eső esett. A tavainál jobb termésre számít Engi Péter. Abban bízik, hogy a korai fajták betakarítása már szeptember elején megindulhat. Én a meglátásom szerint ilyen 50-60 százalékos termésre számolunk a jó megművelt talajokon. Mondhatom azt, hogy ez a hőség mindenkit megviselt, gondolom, is ugyanúgy a kukoricát is megviselte, és most is még viseli, de akik időben a, megtörtént a vetése és a talajművelése, a, megadott mindent a termelő neki, az, azok bízhatnak ahhoz, hogy elég normális termés lesz. A ludasi határban volt olyan, hogy 100 liter eső is leesett egyszerre két-három nap alatt, ugyanakkor a szomszédos falvakban volt, hogy csak 5 liter esett. Ez pedig nagy kihatással van a növények fejlettségi fázisára, magyarázta Aladics Tibor. A mostani tűző napnak rendkívül erős az UV-sugárzása, tette hozzá a ludasi termelő és vállalkozó igazából szegény növényeknek nem is, nem is alulról hiányzik talán a nedvesség, mert a gyökerek valószínű, hogy már olyan mélyre húzódtak le, hogy ő már, ő már, valamennyire tudja magát táplálni vízzel, hanem egyszerűen ez a, ez a hőguta, ami felülről el fogja érni a növényeket, ez az, ami ellen nincs egyszerűen orvosság. Tehát itt a, itt a zöld massza egyszerűen meg fog barnulni, meg fog száradni, és kényszeréréssel meg fog érni a, a kukorica. Aladics Tibor azt tanácsolja a gazdáknak, várjanak a kukorica betakarításával addig, amíg a szemek teljesen szárazak lesznek. Ahol bőven volt eső, ott jó lesz a hozam. Ahol kevés volt a csapadék, kevés lesz a kukorica is, tette hozzá.